Revicki Gyula, húsvét. Fakadnak már a virágok, kiderül az ég, és a föld most készül ülni drága ünnepét. Szíveinkben, mint a földön ma öröm legyen, feltámadt az Isten ember győzedelmesen. Aki tudja, mind töré fel sírját a dicső, aki látja, hogy a földön minden újra nő, gondoljon feltámadásra, mely örök leszen. Feltámadt az Isten ember győzedelmesen. Áldott húsvét ünnepeket kívánunk minden kedves nézőnknek. Mai ünnepi adásunkban az egyházi köszöntők után a kevevári anyanyelvápoló csoport tagjai és a hertelendi falvi óvodás gyerekek húsvéti előkészületeiről készített mellékletünket láthatják, majd Gráf Dóra, grafikus művész készített egy rövid áttekintést Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájáról. Végül egy régebbi adásunkból ismételjük meg a tojásfestés hagyományáról készült mellékletünket. Jeruzsálembe való bevonulásakor, amit virágvasárnap ünnepeltünk, nagy tömeg éltette Jézust, királlyá akarták őt tenni. Három nappal később, szó szerint mindenki elhagyta Jézust. Márknál olvassuk, hogy odaért Júdás, egy a 12 közül, s vele karddal és doronggal felvegyverkezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. Odaérve Jézushoz, Júdás rögtön így szólt, Mester, és megcsukolta. Erre rátették kezüket, és elfogták. Erre mindenki magára hagyta, és elmenekültek. Jézus ebben a helyzetben sem adta fel, kitartott az életútján, küldetését beteljesítette, meghalt értünk a keresztván, és feltámadt. Mit jelent számunkra Jézus életében ez a mozzanat? Mindenekelőtt azt, hogy a feltámadás fényében kell tekintenünk minden nehézségre, szenvedésre és számunkra fejtörést okozó kihívásra. Vannak dolgok, amelyeken nem tudunk változtatni. Az azonban, hogy hogyan viszonyulunk kialakult helyzetünkhöz, az a mi kezünkben van. Belekeseredünk? Vagy Jézushoz hasonlóan kitartunk a feltámadásig? Aki elmegy, elmegy. Isten áldása kísérje és segítse őket. Senki nem megy el ok nélkül. De hisszük azt, hogy megfontoltan és felelősségteljesen hozta a döntést. Aki azonban itt marad, maradjon teljesen itt, 100%-ban, és ne karba tett kézzel. Maradjunk aktívak, tevékenyek, maradjunk kapcsolatban, mert csak így tudunk tovább növekedni. Tudjuk, hogy Jézus életében se a csalódások lettek a meghatározó pillanatok, hanem a mennyei atyához és az emberekhez való hűsége, szeretete és odaadása, és ennek a hozzáállásnak a legszebb eredménye és befejező eseménye a feltámadás. A feltámadás minden csalódás beragyog örömteli fényével, és helyre teszi azt, ami érthetetlen, ami hiába valónak tűnik. A látszólag elfecsérelt munkát, az elmondott szavakat, a megosztott gondolatokat bearanyozza, és örök jelentőséggel tölti be ma, itt a mi bánátunkban is. Engedjük, hogy a feltámadás beragyogja életünket, s megérintsen minket ott, ahol a legmélyebb sebeink vannak. A feltámadás velünk van akkor, amikor csalódunk, és akkor is, amikor valami sikerül. Folyamatosan rá akar bennünket vezetni arra, hogy nem a halálé, hanem minden körülmény között az életé, a szereteté az utolsó szó. A feltámadás örömét nem lehet kitörölni az életünkből,
keresztényként nem felejthetjük el. Azonban nyitva kell maradnia szemünknek, és tartsuk is nyitva, nem csak a szemünket, hanem a szívünket, minden érzékünket, hogy meglássuk azt a mindennapjainkban, újra és újra. Engedjük, hogy Jézus nyomában járva a feltámadás a mi életünk része is legyen. Ezt kívánom mindenkinek a Szent Napok ünneplése alatt. Feltámad Krisztus, alleluja! János evangéliumának 20. részéből olvasom az első két verset. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez, és ama másik tanítványhoz, akit Jézus szeret, vala. És mondta nékik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. A keresztény világ ma ünnepel, mégpedig megemlékezünk arról, hogy a mi Urunk, megváltunk, legyőzte a halált. Diadalt aratott a halál felett, és ezzel minket is biztosított, hogy biztosak lehessünk a jövő iránt. A húsvét bizonyítja azt, hogy Isten hatalma akkora, hogy még a halál felett is győz az élet. És mindnyájunk számára ez az öröm és a boldogság forrása kell, hogy legyen. Ezért ünnepeljünk önfeledten, reménységgel, tudván azt, hogy a mi Urunk él, és mi is élni fogunk. De egyben a húsvét nem csak azt jelenti, hogy majd az örökké valóságban leszünk boldog emberek. Húsvét azt is üzeni nékünk, hogy már itt, a földi életben jogunk van a boldogságra és az örömre. Jézus Krisztus diadala töltse be a mi szívünket és lelkünket, és az ő segítségével tudjunk igazán tiszta szívvel, hittel ünnepelni. Kívánom azt, hogy mindnyájan boldog húsvéti ünnepeket üljünk, tudván azt, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket, Jézus Krisztus megáld bennünket. Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánok. Nekem mindig nagy öröm volt várni a húsvét napját. Kóláról származok, és ott gyermek koromat úgy töltöttem el, hogy magyar nyelvet sajnos nem tudtam semmit, vagyis nagyon keveset, és a húsvéti nagyheti szertartásokban mindig vettem részt, de a teológiáig nem sokat értettem azokból a szertartásokból. De mindig mély élmény volt az, hogy virágvasárnapján
Kulának mindig is jó kórusa volt, és akkor szerepeken keresztül a Pasiót énekelte a kórus. Virág vasárnapján mindig a gyermekek kórusa, nagy pinteken pedig az idősebbek. És hallgatva ezt a Pasió éneklést különböző hangokon, Jézusnak a hangját, egy ember, aki énekelte is, mindig, tehát mintha ott lettünk volna a Golgotán. Lehetetlen volt, hogy nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton, hogy nem voltam ott bent a templomba. Maga a templom is gyönyörű, szép. 1770-ben építették, most, ahogyan van, maga a plébánia 1730-as évekből való, és ez a hagyomány megmaradt. Különleges, amikor, mint kisgyermek, ott voltam az oltár körül minisztrásként, fölszolgáltam ott az atyának, és megpróbáltam, amennyit tudtam átérezni ezeket az élményeket. Családdal együtt menni, fölkészülni a szentmisékre, várni a húsvitot, készíteni a húsvéti tojásokat. Magam is készítettem, és utána, amit kellene tudni, hogy a családomban az édesanyám görögkatolikus, és míg, amikor gyermek voltam, akkor ez a kettősség nagyon gazdagította a lelkemet. És mivel csak Kólán, egész Szerbiában van egyetlen bazilika kolostor, görögkatolikus szerzetesek élnek ott, akkor főképpen húsvét reggelin, akkor 4 órakor mentünk a nagymamával, meg édesanyámmal, meg édesapámmal is jött velünk a templomba, a sütítségbe, és akkor ott azok a keleti énekek, meg a szertartások, a nép, amely egy szével, egy lélekkel válaszol, énekel, az a sok Krisztus föltámad, valóban föltámad, annyira földobja a lelket, hogy liturgia után, amikor megvolt az étel megáldása, és amikor hazamentünk, akkor azok a dallamok a szívben maradtak, és egész nap zengt ez az ének, hogy Krisztus föltámadt, valóban föltámadt. Amikor teológiára kerültem, akkor, amikor már megtanultam magyar nyelvet valamennyit, még nem beszélek rendesen, de ott láttam ezeknek a szertartásoknak a gazdagságát, mondani valóját, hogy mi mindenre figyelmünket segítenek, hogy elmélyüljünk erre az áldozatra és az ajándékozásra egymás közt és Isten felé. Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája a 19. századi magyar festészet egyik legismertebb alkotása, amely a húsvéti ünnepkörhöz kötődik. A festő 1844-ben született a kárpátaljai Munkácson, először Békéscsabán kezdett dolgozni asztalosinasként, majd miután felfedezték tehetségét, Pesten és Bécsben tanult és dolgozott, később pedig Párizsba helyezte át a műhelyét. Művei már életében rendkívüli népszerűségnek örventek, hatalmas vásznéval az egész világot meghódította. Romantikus, realista zsánerképei, amelyekkel a népi élet egy-egy mozzanatát ábrázolta, nagy hatást gyakoroltak az utána következő magyar festő nemzedékekre. Ezek közé a képek közé tartozik a Síralomház, amellyel elnyerte az akkori kortárs festészet legismertebb díját, a Párizsi Szalon aranyérmét. Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája 3 darab, több mint 4x6 méteres olajfestményből áll.
Az ábrázolás újszerűségét az adta, hogy Krisztus nem isteni személyként, hanem hétköznapi emberként mutatta be, így a nézők könnyebben tudtak vele azonosulni. A trilógia első darabja 1881-ben készült el, és a Krisztus Pilátos előtt címet viseli. A festő nagyszerű kompozíciós érzékét és karakterteremtő képességét dicséri a számos különböző figura megformálása és elhelyezése a vászon. A drámai feszültséget azáltal növeli, hogy míg az összes mellékszereplő izgatottan kiabál és gesztikulál, addig Krisztust és Pilátust nyugodt testtartásban, mozdulatlanul ábrázolja és fehér ruhában emeli ki őket. A trilógia következő darabja, a Golgota című kép 1884-ben készült el. Ekkoriban már bevett szokás volt a festők körében, hogy modellekről készült beállított fotókat használtak fel egy-egy mozdulat, arckifejezés pontos visszaadásához. Munkácsi saját magát fotóztatta le egy keresztfán, és ez alapján festette meg a Golgota Krisztus alakját. A hatalmas képeket már első bemutatásokkor egész alacsonyan helyezték el a falon, így a nézők szinte maguk is a kép részeseinek érezhették magukat. Ezt a hatást erősíti a bal oldalt a képből kifutó kék ruhás ember, és a középen alul a nézők felé hajló figura. A trilógia utolsó darabja, az Ecce Homo, íme az ember, 1896-ban készült el. Ekkor Munkácsi már nagyon beteg volt, valószínűsíthető, hogy a képet nagyrészt tanítványai festették. Érdekesség, hogy a három képet Munkácsi soha nem láthatta együtt. Erre a közönségnek is először csak 1995-ben nyílt lehetősége, amikor restaurálás céljából Magyarországra érkezett az akkor még kanadai tulajdonban lévő Krisztus Pilátos előtt című kép. Később a Magyar Állam megvásárolta a képet, így ma a trilógia mindhárom darabja a Debreceni Déri Múzeumban található. Thank you.
A húsvét az egyik leggazdagabb és legsokoldalúbb szimbólumrendszerrel rendelkező ünnep. Így a bárány, a barka, a nyúl és a tojás a legismertebbek. A tojás a tisztaság, a termékenység és mindenekelőtt az élet szimbóluma, a kereszténységben pedig az újjászületést jelzi. A gyerekek nagy örömére sok családban festenek tojást az ünnep alkalmával. A tojás festésnek története van. A tojások színezése, díszítése régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, amely egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Először 1615-ben Strasbourgban említik a húsvéti tojások festését. Eredetileg egyszínűek voltak. Nyugat-Európában a leginkább elterjedt szín a piros volt, amelyet növényi festőanyagokból kaptak. Kelet-Európában pedig az aranyszín, és csak a 17. században kezdték többszínűvé festeni, illetve különféle mintákkal ellátni a tojásokat. Népszokásként csak később alakultak ki a feliratos tojások. A díszítést viasszal írták a héjra, melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. Nem csak nyugati példákat találtak a régészek erről a hagyományról. Magyarországon avarkori sírokban is leltek már festett, mintákkal ellátott tojásokra. Az első írásos emlékek a témában Anonymus idejéből a 13. századból maradtak ránk. A díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése tájegységekként változott. Ma már nagyon sokszor nem csak a hagyományosan festett tojások kerülnek a húsvéti asztalra. A sokoldalú információ terjedésével meg annyi lehetőség és számtalan tojásdíszítési módszer vált ismerté, mely az emberi leleményességgel párosulva újabb ötleteket szül. Így a különlegesnél különlegesebb művészi alkotások jönnek létre.